Ezzel a rendőrségi helikopterrel ellenőrzik a növényvédelmi felügyelők és a földhivatal munkatársai a megye kül- és belterületeit parlagfű után kutatva. Tavaly 280 ezer hektárnyi területet vizsgáltak meg a hatóság munkatársai, idén hasonló nagyságrendű ellenőrzést terveznek. Ott, ahol fertőzést észlelünk, vagy gyanús, akkor ott lejjebb ereszkedünk, beazonosítjuk, ha tényleg parlagfűről van szó, akkor a fertőzött területnek a meghatározott, hogy a minimum 3 sarokpontját GPS koordinátával beazonosítja a földhivatalnak a kollégája. Fent egy ideiglenes jegyzőkönyvet veszünk fel, fényképeket készítünk a területről, és majd nyilván, amikor itt ezek a sorozatok megvannak, akkor bent a számítógép mellett a földhivatal ráviszi ezeket az adatokat a parlagfű információs rendszerre. Ezen a rendszeren keresztül a Növény- és Talajvédelmi Hatóság megkapja ezeket a jegyzőkönyveket, ezeket az adatokat, és ez alapján indítja az eljárást. A tavalyi évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 300 hektárnyi fertőzött területet találtak, és összesen 210 hektáron bírságolták a földtulajdonosokat. A kiszabott büntetések összege meghaladta a 4 millió forintot. A jogszabály szerint mindenkinek minden év július 1-jéig a területén meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbós állapotának a kialakulását. Most ebben az évben csúszott a korábbi évekhez képest a virágzás, tehát ebben az évben is a hozzánk érkezett ügyeknek a nagy részében még nem virágzó gyom van, tehát itt nem is bírsággal kezdünk és közérdekű védekezés elrendelésével, hanem ebben az esetben jelezzük a gazdának, hogy védekezzen. Az utóbbi években egyre kevesebb a parlagfű a keleti megyékben, ám nehezíti a védekezést, hogy a szomszédos országokban, Ukrajnában és Romániában egyáltalán nem foglalkoznak a parlagfűmentesítéssel.